Han Endre, a Medián ügyvezető igazgató, Isten császára, azt hiszem ez a pontos definíciót, hogy a mohálatok átkötés Moha bácsival, igen, Moha bácsi a tölp, igen. Igen, erről beszélgettünk. Igen, hogy öregek vagyunk, és hogy ez azért van, mert hogy eltelt az idő. Még például sose voltunk, de akármilyen öregek vagyunk, előválasztáson még nem voltunk. De. Na. Fővárosin. Mikor? Hát hogy ne lett volna? Ja, hogy az 19-ben, az egy nagyon jó sikeres főpróba volt. Ja, jó. Ja, annyira öregek vagyunk, hogy nincs már memóriám se. Rövid ideje. Túl közel van. Igen, és azt tényleg ne felejtsük el, hogy az egy sikeres előválasztás volt, izgalmas is volt. A főpolgármesterségért ugye emlékszel talán. Hogyne. És nagyon érdekes volt ott is, tudom, hogy ez most fontos téma, hogy hogyan is áll ez a Karácsony Dobrev csörte, erős kifejezés. Hát igen, de ott is azért megvolt a szerepe DK-nak, Gyurcsánynak, emlékszel, hogy hát bedobták Kálmán Olgát? Nagyon elszúrtuk, mert mi a Perjes Havarommal, a Fikidével mi Kálmán Olgisták voltunk, és arra játszottunk, hogy ha bejön, akkor valami zsíros állást kifogunk, és hát nem jött be. Tehát, személy azért... szerint én is nagyon jóval voltam Kálmán Olgával, és sokszor ültem a stúdióban vele, és az jó, de az egy izgalmas meccs igen, volt, mert... és a vissza akkor sokan idegesek lettek, mármint a nevezik úgy, hogy a igen. liberálisabb része a baloldalnak, és a végén azt kell mondanom, hogy segített Kálmán Olga a mozgósításba. Hát, hogy úgy tűnt, hogy van egy összefogás szeri dolog, és akkor váratlanul a DK ráindította Kálmán Olgát Karácsonyra. A DK-nak vannak húzásai. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ott ők mozognak, ők a politikai térben nagyon, de kihasználják a mozgásterüket. Erről van szó. Ezt te ironikusan mondod, én borzasztó fontosnak tartom, hogy a politikához igenis hozzátartoznak ezek a meccsek, és pozícióharc, szerintem teljesen rendben van. Elég baj, hogy ettől annyira nyugtalan nem csak az átlag embernek nevezett képződmény, hanem a politizáló értelmiség is egyfolytában ezeken idegeskednek, holott ez normális része. Nem, persze nem. Ez de nem. A politikai kultúra tulajdonképpen teljesen lepusztult, ami már elkezdődött itt valamennyire a rendszerváltás után, azt az elmúlt 10 év szerintem eléggé tönkre vált. Igen, mert ha ezt a mozgásteret tovább tágítjuk, meg egy kicsit még tovább tágítjuk, akkor már Fidesznél vagyunk, mert ők is gyakorlatilag, ők is kihasználják a teljes mozgásteret, ami adódik, de mintha annak lenne már egy csöbb bukéja. De én pont arról beszélek, hogy a Fidesz a nagy közönség számára, és főleg ugye a saját meglehetősen stabil szavazótábora számára egy egységes tömb. És ezzel szembe lehet állítani az ellenzéket, amelyik állandóan csatározik. Vita, veszekszik. Igen, az SZDSZ annak idején, azok is állandóan veszekedtek. Igen. Az országos tanács nyilvános ülésein bizony nagyon kemény meccsek voltak. Mert ők ugye azt hitték, hogy a politikát értelmes emberek figyelik és követik nyomon. Óriási tévedtek, és ez sajnos az életükbe került, mármint hogy a párt életébe. Na de én erről ezt mondom, hogy ez rossz hatással volt az egész politizáló közvéleményre, és főleg a közvéleménynek a nem aktívan politizáló részére. Ezt az imidzset lehetett rányomni az ellenzékre. Igen, ellenzék, mert, ez a baj, hogy ezt is állandóan ellenzéknek kell nevezni. Ez az ellenzék. A Fidesz van ellenzékben, ezt megmondták, hogy ők akkor is ellenzékben vannak, a kormányon vannak. Igen, mert elnyomják igen, őket. Igen. Ez is jó játék a szavakkal, ezt komolyan mondom, de az a problémám, az ellenzékkel az egyik problémám, hogy nincs neki ezen kívül semmilyen összetartó, nincs neve, hogy úgy mondjam. Mi ez? Na jó, ez izgalmas, amit most mondasz, hogy
ugye van egyrészt az elvárás, hogy az összefogás az azt jelenti, hogy mindig mindenben mindenki egyetért. Tehát a Jakab Péter és a Gyurcsány Ferenc ugyanazt mondja, ugyanazok a hangsúlyokkal, hogy ezt a Fidesztől megtanultuk. Tehát egy ilyen elvárás van, másrészt van egy olyan elvárás, hogy hát igen, és mutatkozzon meg, hogy ez az összefogás, ez nem mint egyesülést jelent, tehát hogy akkor azt jelenti, hogy ezek különböző pártok, különböző értékrendekkel. De az, hogy nincs neve, az izgalmas, az, azt hogy érted, hogy a... Hát mi az, ami összetartja őket az Orbán ellenességen kívül? De miért kéne ezen kívül még valami? Hát, ami valami, én sem nagyon vagyok lelkes attól a szótól, hogy vízió, de mégiscsak valami. Nekem például fontos fogalom, hogy köztársaság. Igen, de ez nem nagyon merül fel mostanában. Ugye? Én azt mondanám, hogyha én lennék az ellenzék, és nem egy független közvéleménykutató lennék, ha én lennék az ellenzék, azt mondanám, hogy mi vagyunk a köztársasági többség, vagy a köztársaságpárti többség. Hát ilyeneket szoktak szajkózni. A demokratikus többség, az megjelenik, az a demokratikus, nem? Az így azért demokratikus többség, én ezt nem mondom, hogy nem hallottam ezt a kifejezést, de értsétek meg, hogy papagáj kommandó, szóval ezt rendkívül kritikus elítélőleg, ironikusan, gúnyosan mondtuk, de enélkül nagyon nehéz. Ez azért érdekes, nagyon mert nehéz. Visszajog tőle, egy picit magára valamit persze, adó emberettől persze, visszajog. Ezt a visszajogást kell leküzdeni szerintem. Azért ment ő politikusnak, igen. Ja, én ezt elfogadom egyébként, hogyha politikusnak ment, akkor... Igen. Akkor nélkül szólítják. Igen. Nem az a másik szakma. Ha politikusnak ment, akkor ugyanazt el kell mondani a többször ugyanúgy. Igen. Igen, ezt értelmiséginek nagyon nehéz. Nagyon szerencsére nehéz. Kevés van a politikában, úgyhogy ezt jól megoldották, hogy onnan kivonták az értelmiséget. Sikeresen azért nem a kis Jánosok vannak most, ha jól látom a frontvonalban, de hogy ennek ellenére az összefogás működése, az azt gondolom, hogy ezek pici kis csizék, vannak ilyen csattogások, meg ilyen nyeszergések, minden, de hogy azért hát, csillag, tehát fényévekkel van attól, ami eddig történt, és ennek most az előválasztás most indul a 18-án, amikor egyébként a Szörp Szóda Fesztiválunk is lesz, szeretném hozzátenni. Nagyon jó. Egy napon nagyon van. Jó. Bocs, hogy közben vettem, mert örülök, hogy kis János nevét megemlítetted, mert itt hadd csináljak egy kis reklámot Kis János remek könyvének, ami tulajdonképpen egy interjú kötet, de ő van szerzőként föltüntetve, nagymértékben azonosul azzal a szöveggel, ami megjelent. Éveken át tartott ez az interjú, és pont abban az összefüggésben, amiről az előbb beszéltünk, hogy az emberek nem teljesen értik a demokratikus politikai konfliktus kezelést. Gyönyörűen leírja a rendszerváltás időszakát, hogy hogyan is ment az a meccs az ellenzéki kerekasztalban, utána a háromoldalú tárgyalásokon, hogy hogyan volt Antallal egy ilyen egyszerre megbecsülő, mégis nagyon kemény küzdelem. Szóval én csak azt tudom mondani, hogy ajánlom a Klubrádió hallgatóinak is, hogyha van erejük egy ilyen vastag könyvbe belevágni, akkor egy percen belül be fog a kereskedelmi osztályvezetője lépni azon az ajtón, igen, és levágja igen. A fejedet egy jatagánnal, igen. De ne is törődj ezzel. Én nem mondom semmit, inkább mert... Igen, bocsánat, hogy kérek. Azért egy ilyen értelmiségi könyv azért... Az nincs olyan, hogy értelmiség, vagy már nem is tudom, könyvnek látszó tárgyak. Szóval, bocsánat. Mi az elvárás akkor most az előválasztással kapcsolatban? Megint a másik, amit ugye a felvetnek az emberek, hogy hát milyen előválasztás ez? Hát ezek megegyeznek, és csak egy induló van. Hát akkor mi? Hát ez egész csak egy komédia. Ez félig ugye a Fidesz narratívája, ami ugye nyilván egy abszolút negatív narratíva, nem érdekel már senkit, minden száll a Gyurcsány mozgat, de a többiekben is, tehát aki nem ilyen elkötelezett fideszesek, felmerül ez, hogy miért, hát akkor mi ez? Hát hogy megegyeznek? Hát a politika, hát az nem erről szól. Ja, de igen, tényleg. Igen, igen. Szóval én ezt komolytalanak tartom, ez elfog, ez nyilván elül, hát ennek vége kell legyen. Az a kérdés, hogy tényleg mennyire lesz vége, tehát hogy mennyire fogadják majd el a vesztesek a győztest, illetve mennyire fogják támogatni, és elég kevés idő marad a választásokig. Szóval én ettől tartok egy kicsit, hogy hát
Számomra legalább ilyen kérdés az, hogy hogyan fog fölállni, hogyan fog összeállni a közös lista. Erről azért nem... Erről senki nem tájékoztatta a közvéleményt, hogy hogy miért. Elkerült a figyelmet, igen. Lehet, hogy az enyémet is, én nem emlékszem, hogy találkoztam volna ezzel. Tehát ez például legalább akkora kérdés, mint az, hogy az egyes választókerületekben kinyeri az előválasztást. Az azért még mindig nem tiszta bennem, hogy miért hozta létre azt a helyzetet a Fidesz, hogy összeráncsa az ellenzéket, hogy egy emberre kiállítani. Erre senki nem tud egyértelmű és biztos választ adni. Az én legjobb közelítésem, ami persze nem egyedülálló, mástól is hallottam, tehát, hogy az volt a cél, ami most megmutatkozik ebben a negatív kampányban, hogy mindenkit rá lehessen tolni Gyurcsányra, hogy mindenki a Gyurcsány embere, mindenki Gyurcsány mozgat, ami hát ugye egy teljes képtelenség azért nem volt. Az mindegy. Jó. Én most kitaláltam a Stopp Iványi Gábor kampányt, hát bármilyen őrület átmegy, az a borzasztó. Igen, de ez nem csak ebben az aláírásgyűjtésben kulminál, de úgy tűnik, hogy nem egészen sikeres. Éppen amiről már ejtettünk egy-két mellékmondatot, hogy itt azért a DK-val folytatott, a DK-val kialakult konfliktus, ugye ami most naponta van valami, tehát ez a számháború is, meg az, hogy egy állítólag DK-hoz közeli orgánumban századvég adatokra hivatkozva azt hozták ki, hogy Karácsonynak kevés az esélye. Ezzel segítik szerintem Karácsonyt abban, hogy magát sikeresen középre pozícionálja. Ami hát a politikában nagyon fontos. Erről ne feledkezzünk el, és az egész világon ez most probléma, hogy kiüresedett a közép. Tehát hogy épp erről beszélgetünk a műsor legelején Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy mind a republikánusok mennek Trump felé, és a demokraták is egy ilyen szozdem. Amit én annyira nem érzek, de az Amerikában szélső balnak számít, de nem szabad összekeverni. Igen. Na most hát ugye a Fidesz nálunk egyértelműen jobbra tolódott, tehát mindenképp szeretné valamit középre. Ez egy valódi jobbra tolódás, egyébként ezen gondolkoztam mindig, hogy ugye a bal-jobb felosztást, ahogy ismerjük ugye a klasszikból, ott azért ugye a jobb oldalnak vannak ilyen jellemvonása, hogy magántulajdon szentsége. Ja, hát tehát ilyen értelemben. Jó, csak azért kérdezem. Ilyen értelemben nem, de azokat a nevezzük, hát nem szívesen, én sem szeretem ezeket a címkéket. Igen, mert antikommunista, ez kulcsfogalom. Ez kulcsfogalom. Hát ebben Szanyiék most egy kicsit segítettek, de hát ezt azért nem lehet komolyan venni. Ez vicc. Igen. Jó, de Kádár kultuszt megpróbálni, ez kezde fölött eljárni az idő, mert nagyon sokáig már nem fognak élni azok, akik a Kádár korszaknak a kedvezményezettjei voltak, vagy a... Az én Hortim leverélte Kádárodat, hello. De tényleg ezen a szinten vagyunk nagyjából, hogy igen. Nekem Hortimban igen. Is nem kérek használni. Igen. A Kádár nosztalgia az ugye, az egyébként érdekes, mert éppen én a Fideszbe érzem a Kádár nosztalgiának egy sokkal erősebb megjelenését. Hát a Kádár nosztalgia és a kádári modellnek bizonyos elemeit szerintem tudatosan használják. De hát azért erre a fiatalok már nem annyira vevők, és nem véletlen, hogy a Fidesznek az egyik gyenge pontja az a fiatal. Hát most próbálnak venni fiatalokat, ugye ezzel a személyi jövedelemadó mentes. Sok mindennel megpróbálkoztak, arculatváltások, különböző fideszes szereplők. Na de hát ez a fidelitás azért nem tűnik egy... Nem a legélesebb kés a fiókban, ez most kiderült róluk szegényekről. Ez többször kiderült az elmúlt időszakban, szerint a leglátványosabb ez a Jakab lerohanása és annak a teljes... Nagyon a kaszálás se volt semmi. Tehát igen, igen. De nem onnan várom a fiatalokat is, tehát hogy azt gondolom, hogy nem, hát reméljük, hogy nem egy korrekt kép ez a mai fiatalokról, de hogy mindezek ellenére azt gondolom, hogy annyi
lehetősége van, annyi eszköze van, annyi pénze van, annyi kesmája van, annyi mindene van, hogy folyamatosan ez tudja az újabb őrületeket. Én ezért nem nagyon szeretem azt a kritikát, hogy az ellenzék miért nem képes elmondani, miért nem képes a saját üzeneteit erőteljesen. Hát nagyrészt ezért nem képes, mert nagyon nehezen szólal, meg ezzel együtt azért fontos lenne, hogy sokkal több közös fellépés, közös megnyilvánulás. Szóval szerintem normális, hogy ebben az előválasztási küzdelemben külön-külön is megszólalnak, még akár kisebb véleménykülönbségek is vannak, surlódások is vannak. Olyan egy kicsit, mint amikor egy ilyen zenekar, egy ilyen jazz kombó mondjuk, ugye mindenki játszanak gyönyörűen együtt, de mindig mindenkinek van egy szólója. Öt percig a dobos is veri a dobot, a bőgős, amelyik magában nem is nagyon jól hallható, az is megkapja. Joe Coltrane japán koncertjén 15 perces bőgő szóló. Igen, de az nem lehet, hogy csak szólókból álljon. Nem lehet. Szóval igen, nekem az feltűnt például, hogy amikor a standolások voltak, és mikor mentek, akkor azért legalább kettesével mentek volna. Tehát, hogy akkor a Jobbik és a DK, a Momentum és az MLB. Szóval milyen jó ötlet. Hogy csak azért, hogy időbe, legalább valami időbe jelen legyen. Nem mondtad el időbe. Nem mondtam, én mondtam, ott, ahol kellett, mondtam. Nekünk nem érdekes senkit nyilván. Meg halk vagyok, tehát az a bajom, hogy halk vagyok. És abban is mindig iróniát viszek bele, és innentől azt hiszik, hogy viccelek, és összekeverik ezt a két dolgot, de ez most mindegy. Az üzenetnek jó lett volna, főleg a vidék meghódításánál, mert ott azt mondja, hallottuk, hogy összefognak maguk itt egyedül itt. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, mert azért ez az előválasztás bármennyire sikeres lesz, nem tudom pontosan a siker kritériumát, hogy nincs neki hány ezer, hány százezer, de azért ez egy urbánus dolog alapvetően. Tehát ez az egész standolás, ezt falvakban nem. Hát de pont ez volt, hogy de oda még legalább, de oda mentek, de Jobbik az azért ment, felszálltották. Hát Jobbik, Jakab a legerősebb a kis településeken, amikor felmérést csinálunk. De a közvéleménykutató eljut, vagy országos felmérés személyesen is eljutnak a kérdező biztosok, a telefonon ugyanúgy elérhető, hiszen az egész ország be van hálózva a mobiltelefon, de ez nem jelenti azt, hogyha ott Jakab erősnek mutatkozik, a kis településeknek köszönhetően elsősorban, abból nem következik, hogy az előválasztáson is meg fogja kapni azt a szavazatmennyiséget. Igen. Már csak azért is, mert hogy nehezebb, tehát technikailag nehezebb megoldani. Logisztikailag. Igen, tehát ez a borzasztó, hogy nem egyedül az esélyek. Nekem a Moszkva téren, meg ott másnak. Igen, ez nagyon fontos különbség, ezért is gondolom én azt, hogy bármennyire is erős Jakab, a felmérésekben, mediánál is. Dobrev és Karácsony között. Kimondta Gyurcsányt, hallották? Gyurcsányt kimondta. Igen. Hát most már késő. Gyurcsányék. Igen, de az furcsa volt például, ugye, hogy az előzetes várakozások azért nagyjából bejöttek, tehát a hármas, Mármint milyen előzetes? Hát, hogy azért sejtettük, hogy pálinkásnak probléma. Ja, a medián felmérés egyértelműen megmutatta, és azt is, hogy Márki Zaj, aki... Nem akartam erre hivatkozni, de jó. De hát mire hivatkozzunk, már ne haragudj. Tehát ez kiderült, hogy azt, hogy lehetett tudni. Ez egyértelmű. Ebből az a kérdés, hogy ha ezek jutnak a második fordulóba, akkor ott mi lesz? Az technikailag, hogy fog működni a második forduló? Tehát megvan a Mesterhármas, ugye a Bunyós Pityu, a Fási Ádám és a Sláger Tibó, és akkor közülük, hogy ki lesz a jelölt, azután az hogy lesz a második kör? Tehát akkor az lesz, hogy az egész országban ugye folyik a szavazás, ugye nyilván másodszor is, és akkor az emberek másodszor nem tudom, de valahogy nem szeretnek elmenni annyira, ha kivéve a favoritjuk ott van, illetve hogy a Márki Zajosok át fognak ezt szavazni bárkire is, ez egy izgalmas kérdés. Igen, hát Márki Zaj állást foglalt ebben. Ő a saját híveit szeretné Karácsony megjállítani. Én ugyanúgy gondolom,
hogy nagy valószínűséggel a momentumosok is, ha elmennek még egyszer, nem tudom, hogy lesz-e. Azt nem tudom, a momentum hogy áll vidéken. Lesz. Tehát az fogalmas, hogy létezik egyáltalán, tehát van-e. Ugye de most nem könnyű. Csak vidékről beszélünk, arról beszélünk, hogy a szoros versenyben azok a kisebb szavazótáborok, ugye hát Karácsony megkapta már korábban az LMP támogatását, ami azért egy nagyon kis pártról van szó, de szimbolikus jelentőségű, hogy egy olyan párt támogatja, amelyiket korábban ő... Igen, itt ugye az a lényeg. Korábban ő elhagyott. Már senki sem emlékszik rá, de egykor Karácsony... Kérem, LMP-s volt, és abból lett az. Na ugye, hogy azért mi is még vissza tudunk emlékezni. Én igen, mert hogy ott pár ültem, éppen, visszamenőleg. Ugye abban szerencsés időben voltam, ott laktam Csillebércen éppen, amikor egyszerűen oda jöttek és szétváltak. Tehát, hogy így előttem, mint a Vöröstenger. Na hát én is elég jól követtem, és ez fontos szerintem, igen. És a, szerintem az is nagyon fontos, hogy a környezeti problematika előjöjjön, mert abban Karácsonyék erősek, és ma ennél aktuálisabb kevés. Mármint ökológiáról beszélünk, mint környezeti problémáról. Tehát a klíma probléma, a világméretű klíma, nevezzük klíma problémának. Bármilyen szinten a magyar lakosság fejében ott van? Nem eléggé, de igen. Most már kezd ott lenni, és ennek ez azért is van, mert a szószoros értelmében a bőrén is érzi a magyar. Ez elkerülhetetlen. És érdemes, és de fontos, azért, hogy erről kikezd el először erős üzeneteket megfogalmazni. Ki a második Áder János után? Ez a kérdés. És milyen világot hagyunk Keith Richardra? De hogy igen, azt vettem észre, hogy egyrészt borzasztóan óckodtak attól a magyar. Két dologtól rettegtek a magyar pártok a rendszerváltás utáni 8-10 évben, hogy azt mondják maguk, hogy ők liberális párt, és azt, hogy zöld. Ezt senki nem merte kimondani. Mindenki körüljárta ezeket a témákat. Fodor Gábor nem, tehát jó, az oké. De ma már ez nem így van. Azt, hogy liberális, azt még nem merik. A zöld az ott van az egyik pártnak a nevében is. De hogy ez azon gondolkoztam, hogy mennyire befolyásolja az embereket, azt kétségtelen, hogy van egy erős réteg a Buda jól meghatározható pontjain, ahol ez hívó szó, és értik is, hogy miről van szó. És azt gondolom, hogy egyébként az emberek ezt még azt mondhatod, hogy a bőrükön érzik, de nem. Tehát igazából nem kötik ezeket össze. Tehát nem véletlen, hogy amikor a német zöld párt már túl volt a csúcson 1985-ben, és hogy utána egy hanyatlás mutatott be, ahhoz képest nálunk még egyszer nem, ez a dolog nem indult. Most lehet, hogy kormányra kerül. Igen, jó. Hát Németországban. Németországban lehet, most, hogy bármi megtörténhet. Oké. Az is egy nagyon izgalmas meccs, és azért, hogyha ott szociáldemokrata többségű kormány alakul, azért az fontos változás, mert a mostani világtrend azért nem a baloldalnak kedvez. Az furcsa egyébként, hogy egy nagyon sikeres kereszténydemokrata párt ott a Németországban, hogy tudta ezt a valamit bemutatni, amit még nem látom pontosan, és nem borzasztó, ugye nem tudok németül, tehát hogy ez nekem, ez ilyenkor nagyon zavar, mert hogy szerintem azért azt élne tudni, hogy egy picit is értsem, hogy mi folyik ott, mert azt most nem tudom elképzelni, hát hogy miért. Én sem mernék ebben most itt szakértősködni. Azt tudjuk, hogy Gyurcsány áll mögöttük, Merkel óriási személyiség, igen. És az ő távozása azért akárhogy is valamiféle űrt hagy maga után, hogy szép közhelyfordulattal éljek, és ráadásul nincs is, nem látszik olyan tehetséges és karizmatikus utód, aki ezt... Mivel tudnak rávenni az embereket, a pártok, hogy menjenek el az előválasztásra? Ezen gondolkoztam, hogy mi az, ami kirántja a fotelből ezeket az embereket. Mert ugye egyrészt kapják ezt a nagyon kemény fideszes narratívát, és ennek tényleg semmi értem. De elvicc, maradj ott. Hát az ellenzéki, vagy az ellenzékkel akár csak kacérkodó szavazó számára ez azért segítség. Szóval ez előmozdíthatja. Hogyne? Minden mozgósításnak, negatív mozgósításnak is megvan a hatása. És hogyha majd a választáson a Fidesz mindent elkövet, hogy a sajátjait mozgósítsa, azzal az ellenzéket is mozgósíthatja. Tehát ez egy nagyon kétélű fegyver. Most én úgy látom, hogy az
viták vannak arról, hogy mi a Fidesz érdeke, hogy kit szeretne. De egyre viták vannak arról, hogy akar-e nyerni. Szerinted... Hallottam. Oké. Oké, de most abba neked mi a tippet? Kit szeretne a Fidesz miniszterelnök jelöltnek? Van-e ilyen preferenciája a Fidesznek? Csak a hírek után válaszolok, mert eljött az idő, lenyomunk egy kis hírt, aztán folytatjuk Han Endrével, a Medián ügyvezető igazgatójával. Han Endre a vendégünk, ő a reggeli személy, a Medián ügyvezető igazgatója. Az volt a kérdés, hogy kit akar szerintem a Fidesz, hogy kit látom jól neked? Nyilván Dobrev Klára. Tehát azt gondolom, a kommunikációs szempontból nekik az arra van ilyen, tehát olyan golyóik vannak, amire az ő neve van írva. Hagytam az övé, hanem ugye Gyurcsány Ferencé, de ez már mindegy. Az a kísérletük, hogy ez a hogy Karácsony Gergely 99%-ban Gyurcsány Ferenc, hát az nem volt annyira sikeres. Tehát úgy, hogy is mondjam. Tehát még azt mondják, hogy 97. Na de ez a 99. Szóval szerintem nekik ő a favorit. Igen, én is így látom. Én is így látom. És azt gondolom, hogy ez végül is azért Karácsonynak fog segíteni ez. Amit már mondtam, hogy középre tudja őt pozícionálni. De neki... Mert ugye Jakab Péter is szeretne középre menni, de a Fidesz propagandája Dobrev Klárát erősen balra tolja, ugye? Hát a baloldal, ugye ezt nyomják egyfolytában. Szeretnék ebbe belenyomni Karácsonyt is, de ez szerintem azért nem egy sikertörténet. Jakabot meg a legnehezebb balra tolni, úgyhogy... Az semmiképp. Őt inkább egy ilyen megvett vagy ilyen, őt árulóként akar. De az a gond, hogy tehát nem az a középső neve a Karácsonynak, hogy a középső, hanem hogy őt igazából ezzel a fajta gyengesség, ez az értelmiség, ez a tudós hozzáállással azonosítják, tehát az ilyen soft ember. Nem középen áll, igen. Hanem inkább nem tudjuk, hol áll, de majd egyszer elmondja. Igen, nem tudom, mennyire hatásos, de azért mostanában megpróbál úgy megjelenni ezzel a feltűrt ingújjal, ami szerintem jól áll neki, szeretne egy kicsit erősebbnek mutatkozni. És még olyan is volt legalább egy hétig, hogy sikerült neki diktálni a napi rendet ezzel de abból is mi lett? Egy finoman felpusztított verzió lett, ami pont ezt erősíti, ezt, hogy ilyen egyrészt másrészt. Lehet. Én meg azt gondolom, hogy a politizáló képességet is jelenti. Amit és az azért ne felejtsük el, hogy ő neki már azért vagy kerületi polgármesterként is módja volt megtapasztalni, hogy milyen az megpróbálni középen politizálni egy kemény MSZP és kemény Fidesz frakciók között. Szerintem ő ott tanulta meg igazán a gyakorlati politizálást. És ez még jól jöhet. De hogy Jakab meg ugye pont a másik dolog. Tehát azt gondolom, hogyha egy választópolgár mindenféle előzetes tudás nélkül, és azt mondom, hogy ebben a helyzetben nem az mindig a határozottabb, az erősebbnek mutatkozó felé megy a szavazat? Hát vagy a képesség. Azt felmérik? A szavazók? Az izgalmas kérdés. Hát nagyon izgalmas kérdés. Ez kár, hogy erre már nem lesz olyan sok időnk. De hát ez az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy hogyan képes egy politikus vagy egy politikai erő a kormány képességet felmutatni, és hát egy olyan helyzetben, ahol egy miniszterelnök 11 éve van. Hát már 12-t mondhatunk lassan. Lassan 12 éve van hatalmon, és azt sugallja, hogy mindenre képes. Szóval a kevésbé talán azt, hogy kormány képes, igen, de mindenre képes. Tehát ez nagyon érdekes, hogy a kormányzást azt nem mutatták meg, de a kormányzási képességet azt nagyon erősen megmutatták, hogy mi aztán képesek vagyunk kormányozni. És egy széthúzástól sem mentes ellenzék, mondhatnám, hogy erővel összekovácsolt ellenzéknek nem a legjellemzőbb képessége, amit az egyszerű szavazók
képes észrevenni, az a kormányzó képesség. Uh-huh. Tehát itt nagyon sok... De erre is lehet gyúrni ezt, pont a Fidesznél látjuk. Hát a fél év... Nem kormányzunk, de kormányzó képesnek mutatjuk igen, magunkat. Igen, hát ezt a következő fél évnek a feladata, akárki lesz is a miniszterelnök jelölt, ebben szerintem Dobrev is erős, csak az a probléma, hogy ő neki ott van ez a ballaszt, amit a Fidesz messze menően kihasznál. Tavaly el kellett volna válniuk. Nem, hát na, taktikailag. Te mondhatsz ilyet. Taktikailag. Semmi igen. Közöm hozzá. Nem igen. Igen, de ne felejtsük el, hogy amikor az Európai Parlamentbe Dobrev Klára bejutott egy nagyon sikeres kampány után, abban a nagyon sikeres kampányban jelentős szerepe volt annak, hogy Gyurcsány Ferenc erősen visszafogta magát. Hát ha ez nála az erősen visszafogottság, akkor oké. Okay. Nem, gondolom, nem mostanról beszélek, akkorról. Az EP választásról. Akkor erősen visszafogta magát. Van benne valamiféle, hogy is mondjam, egy ilyen belső gáta visszafogottság ellen. Tehát, hogy ez egy, én tudom, én emlékszem, volt ilyen korszakom nekem is. Én nem megyek bele Gyurcsány elemzésébe. Semmiképpen én sem mennék be, csak hogy tehát egy mondatba szerepeltetni az ő nevét és a visszafogottságot, az egy kicsit olyan frivolnak tűnik számomra, de nem, oké. Okay, bátran vállalom, köszönöm. Nem egy visszafogott ember, hát most van az így, hogy vannak nem visszafogott emberek, ő például az egyik kiemelkedő ilyen, mert hogy ő már majdnem írt egy könyvet a baloldalra. De most már majdnem mindegy, mert ez jó kérdés, hogy az a propaganda gépezet az őt mindenképpen az ő szellemét mindenképpen ébren tartja. De jó, és de Soros Györgyét is, aki egy 90-valány éves ember, és tényleg már semmi nem csinál, néha ír egy ilyen cikket, és szerintem nem jó ötlet Kínának pénzt adni. Megint Magyarországot támogatom, mi pedig mennyi pénzt adunk Kínának? Mondjuk tényleg a fogan kapcsán rengeteget szerintem ránk célzott. De hogy tehát nem kell azon csodálkozom, hogy nem kezdték el még kitalált személyeket bevonni az ellenségek körébe, tehát hogy a pirézek még nem merültek föl. Majdnem volt ilyen, tehát a migránsok, akik ilyen veszélyesek, az ugye már majdnem egy képzeletbeli figura volt. Aztán ugye volt a valutabank is, az se létezett igazából, azonban a formában, ahogy mondták, de Gyurcsány azért igen, tehát ő neki mindegy tulajdonképpen, hogy megszólal-e vagy nem. Igen, igen. A migráns az hát sokkal kevésbé létezik, mint mondjuk a náci Németországban a zsidó, az volt a... De akár mondhatjuk közelebbit is, hogy az szegények az meg nincsenek. Tehát milyen furcsa, hogy rengeteg, iszonyú sok migráns jön Magyarországra, de ahol egy szegény sincs. Tehát ez azért csodálatos képesség, hogy ami van, azt eltüntetem, és ami nincs, ez meg ilyen hatalmas lesz, és ehhez kellett nekik ez a számtalan médium, amit igazából jó egyesével nem nézi senki, de helyette sincs valami, amit nézne, tehát legalább a helyet foglalja. És ez a része működött a dolognak. Igen. Hogy tartottam, a kifejtős résznél volt még valami, ami izgalmas volt. Igen, a kormányzó képességről azért még, melyik esetet tudnánk így visszamenőleg a demokratikus korszakában Magyarországnak, amikor valaki ellenzékbe jelentős kormányzó képességet tud felmutatni? Mert ezen gondolkozom, és ott nem nagyon emlékszem ilyenre, hogy de azzal nyertek volna választást. Igen, hát negatív kampány. Hát talán még Hornról lehetett föltételezni, mert neki volt olyan kormányzati múltja, ami ráadásul pozitív asszociációkkal társult. Hisz ugye külügyminiszter. Külügyminiszter volt, egy olyan korszakban, amikor németek, nagyon fontos volt, így van, így van. És akkor tehát, a szakértelem társult ahhoz a dologhoz, amit ott épített. Amelyiket Csurka ugye bolsevista trükknek minősített, jó, épp ezért, mert veszélyesnek érezte. Ahogy az is volt, tehát annyira veszélyes volt, hogy ugye tudjuk, hogy pontosan mi történt 1994-ben, és ott valóban emlékszem azokra a spekulációkra, amikor ültünk, és még a választás előtt hónapokkal, és ezen gondolkoztunk, hogy lehetne összehetni egy jó működő kormányt, mert ezt megnéztük, ez az MDF-et, ez most így nem jött össze, akkor ezt most felejtsük el, és emlékszem, hogy akkor ilyen írók meg költők ültek, és így próbálták azért hordni, igen, azért, és próbáltak egy ilyen válogatottat összerakni, mint egy szakértői kormányba gondolkozunk. Igen, hát az a következő fél év komoly feladata, hogy egyáltalán, mondtam ugye, hogy ki lesz a közös listán, vagy milyen, hogyan áll fel a közös lista, hogy fölmutatnak-e valamiféle
hát kormányzó képességet nehéz fölmutatni, de ahhoz például esetleges hát valami árnyék kormány szerűséget. De hát ez sajnos hat párt között azért ez egy olyan kemény játszma lehet, ami nem biztos, hogy a nyilvánosság számára rokon szenves. De nem is biztos, hogy igen, csak hát azt gondolnánk, hogy akkor az persze végleges, de nem, hát hogy most felállítanak veszekedés nélkül egy ilyet. Azt mondják, most nem, azt nevezetét, most meg kell csinálnunk, és akkor nem kellene lejátszani azokat a meccseket, amik majd esetleg egy valódi kormány összeállításánál szóba jöhet. Hát ha ennél is többet akarnak megtudni, akkor el kell látogatniunk a Medián honlapjára, ahol meg a Facebook oldalára, az egy kicsit tartalmasabb. Idáig jutottunk, hogy hogy a Facebook oldal lett a pörgősebb. Nem, csak a weboldalon ott még építkezés nem teljesen zárult le. De a kampány időszakra meg lesz. Hann Endre, Medián ügyvezető igazgató. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nekem volt megtiszteltetés.